A 60-as évek hippi mozgalma elvileg a békéről, a szeretetről és a harmóniáról szólt. Gabriel Wheeler azonban csak mellőzöttséget, elhagyatottságot és önpusztítást látott. Nagyon távolinak éreztem anyámat, nem volt szoros kötelék közöttünk. Tulajdonképpen úgy nőttem fel mellette, mint egy idegen. Gabriel Los Cruzásban, egy új mexikói kommunában nőtt fel. Gyakran magányosan kellett játszania a marihuánás zacskók és cigarettapapírok között, míg anyja tarotkártyát vetett vagy drogozott. Sok férfi volt az anyja életében, és Gabriel nem tudta, melyik lehet az apja. Végül az anyja férjhez ment, de a férfi verte őket. Az anyja elhagyta őt egy másikért, aki még többet verte őket. Emlékszem, hogy már egész fiatalon, 8-10 évesen depressziós voltam. Nem akartam élni, mert úgy éreztem, az életem tele van árnyakkal. Gabriel elmondta, hogy egy valami fényt jelentett rémálomszerű életében. Vasárnap néha elvitte valaki gyülekezetbe. Az első bibliai történet, amit hallottam, Jób története volt. Elmondták, hogy nagyon sok csapás érte, de a végén Isten megáldotta az életét. Arra gondoltam, Istenem, talán csak fiatal koromban ilyen kemény az életem, de majd jobbá teszed, ha idősebb leszek. Úgy érezte, az egyetlen esélye az, ha elmenekül. 14 évesen szólt anyjának, hogy Kaliforniába költözne rokonaihoz. Anyját ez nem nagyon zavarta. Elhatároztam, hogy nem leszek olyan, mint az anyám. Teljesen más életet fogok élni. Nem engedem, hogy verjenek. Nem fogok drogozni, mint anya. Jó leszek. De nem tudtam, hogy fogjak hozzá. A múltam húzott vissza. A múlttal való elszakadás nem volt egyszerű. Hamar rájött erre, mikor gyülekezetbe kezdett járni a szomszédaival. Nem tudták, mihez kezdjenek velem. Folyton konfrontáltam az ifjúsági pásztorokkal. Egy nap, mikor gyülekezetbe mentem, mintha az ördög szólt volna hozzám. Te mit keresel itt? Te nem tartozol ide. Ők mind tökéletesek. Nekik vannak szüleik. Te pedig egy csonka családból jöttél. Mit csinálsz itt? Rájöttem, hogy igaza van. Mit csinálok itt? Nem tartozom ide. Gabriel abba hagyta a gyülekezetbe járást, aztán 18 évesen önálló életet kezdett. Egyszer, amikor Új-Mexikóban járt, felkeresett egy embert, akiről azt mondták, hogy az apja, de ő sem tudott választ adni. Azt mondta, anyád olyan csapodár volt, hogy nem tudhatom, tőlem vagy-e. Ahogy ezt kimondta, mintha belém sütötte volna a szót, elvetett. Rögtön ezután úgy döntöttem, hogy ha nem tudom legyűrni őket, inkább csatlakozom hozzájuk. Ettől kezdve Gabriel mindent megtett, amiről megesküdött, hogy sosem teszi. Beleértve a bántalmazó partnert is. Épp úgy, mint anyám esetében, sőt, még rosszabb volt. Évekig hajléktalan voltam. Felalást toppoltam a kaliforniai partvidéken, végül Haight-Ashbury-ben kötöttem ki. Itt, ebben a San Francisco közeli városban valami folyton Istenre emlékeztette. Emlékszem Haight-Ashbury-ben azokra az emberekre, akik odajöttek és bizonyságot tettek, de én kinevettem őket. Egy nap, miután sokféle drogot beszedett, kezdte elveszíteni eszméletét. Tudtam, hogy Isten szól a szívemhez, hogy meg kell térnem, és neki adnom az életem. Aznap mindenféle drogot bevettem, hogy elnémítsam a fájdalmat. Aztán hirtelen nagy csend lett a szobában, és a falak elfeketültek. Valami sötét jelenlét lépett a szobába. Láttam, hogy a szellemem kezdi elhagyni a testemet. Felkiáltottam. Jézus, ments meg! Erre a szellemem visszacsapódott a testembe. A szörnyű élmény miatt Gabriel arra jutott, hogy a pokol valóságos, és Jézus is az. Nem ismert mást, aki segíthetne neki, mint a szomszédokat, akikkel tinédzserként együtt járt gyülekezetbe. Kérdezték, mit tehetnék érted? Mondtam, hogy adjanak egy buszjegyet, hogy elmehessek a gyülekezetbe, vissza Istenhez.
Barátaihoz költözött. Meggyőzték, hogy adja fel magát a rendőrségen a jelentős mennyiségű kábítószer birtoklása miatt. A börtönben elkezdte olvasni a Bibliát, és rájött, mit jelent Jézusban bízni. Az Úr foglalkozott velem a börtönben. Beszélt az élet alárendeléséről, arról, hogyan tegyem úrrá az életemben, és adjak át mindent neki. Rövid büntetése után csatlakozott a Teen Challenge csapatához, ahol megtanulta, hogyan győzze le a fájdalmat és elvetettséget. Egy éjjel Isten szólt hozzám, hogy bocsássak meg az anyámnak. Amikor ezt megtettem, elkezdtek ömleni a könnyeim, ahogy még soha egész életemben. Miután már nem kísértette a múlt, Gabriel élete kiteljesedett. Feleségül ment egy lelkészhez, Johnhoz, és 4 lányuk született. Most krízishelyzetben lévő tinédzserek felé szolgál, amilyen ő is volt. Reménységgel látja őket amiatt, amit Isten vele is tett. Isten lett az apám, aki gondoskodik rólam, ellát engem. Ma már tudom, hogy Isten létezik, mert megmentett, amikor haldokoltam. Senki sem tud meggyőzni az ellenkezőjéről.